Sziasztok! Az Ebesi Hagyományok Házában ismétlen készült a mai móa, a nagyon finom étel, és ez most a vegyes zöldséges leves mellett, hogyha jól látjátok, itt alul lehet látni, ez egy teljes kiörlésű lisztből készült réteg, ami alatt egy hagymalap volt, kiolajozott tepsibe. Ez az olajos, kis szódabikarbónás fűszerekkel, sóval ízesített tészta került a hagymalap tetejére, ami, mint látható, egy olyan centi vastag lett, de ez egyébként olyan 3 mm, 3-4 mm vastag volt, csak szépen megkelt. És erre ment a vegyes zöldség rávágva, sózva, fűszerezve, és a tetejére a krumpli karikák, ami a hagyma és borsos minőséget kapta. A tésztájában csili is volt, oregano és mindenféle finomságok, itt pedig már összeszeletelve a maradékot egy tányérra teszem, ez is mindjárt fölkerül, és már is kész a délutáni és vacsora a háziaknak. Én már magamnak kiszedtem a vacsorát levessel együtt, ami szintén egy vegyes zöldséges leves volt. Tegnap már a teleszkóppal küzdöttem, ma is egy picit megküzdök velük, aztán utána, hogyha kitisztult a terep, akkor már oda lehet majd márciusban, áprilisban vetni a különféle növényeket. Úgyhogy szép napot kívánok mindenkinek, és jó főzőcskézést! Ide figyelj, te röpcsi! Húzd el innen a csíkot, de azonnal! Nem ide, innen húzd el a csíkot! Ott hátul van egy rakás csík. A felhő alatt. Szép párhuzamos. Ez kondenscsík. Lapát kaszált azt.